Sziasztok, Sándor Anna vagyok, dizájn és művészetelmélet szakra járok, és hát kicsit nehezebb helyzetben voltam, mint ti, mivel ugye mi elsősorban elméleti tevékenységet hajtunk itt végre, és ezért olyan munkákat hoztam, amit a grafikai technióra keretein belül készítettem egy évvel ezelőtt, két nagyon tehetséges grafikus lánnyal, Csuport Andival és Petrovics Olgával. Azért is választottam a techniórát, mert általában, amikor meg szokták tőlem kérdezni, hogy mi ez a szak, miben különbözik a művészet történettől, akkor én mindig nehéz helyzetben vagyok, és arra úgy szoktam válaszolni, hogy elmondom, hogy itt miket csinálunk, és én az egyik legnagyobb előnyének a szaknak azt tartom, hogy együtt dolgozhatunk művészekkel, ami ugye, ha kikerülünk az életbe, akkor szintén így lesz, és éppen ezért szerintem ez egy nagyon jó tapasztalatszerzési lehetőség, illetve egy olyan pluszt ad a szakhoz, ami az elméleti tudás mellé egy tényleg aktívan alkalmazható, kiegészítő tudás. Tehát amit szeretnék bemutatni, az első, ez egy fiktív filmfesztivál arculat, amit Andival készítettem. Hát én találtam ki a témát, illetve, tehát én nem tudok beszélni a művészi háttérről, sajnos csak arról, amit az én részem volt. Vízió filmfesztivál. Itt az volt a lényeg, hogy választhattunk különböző témákból, szenvedélyek, film, szóval volt valami ilyesmi, hogy szenvedélyek rabságában, igen, és én arra gondoltam, hogy hozzuk ezt egy kicsit közelebb magunkhoz, és kicsit a drog, alkohol és már nagyon lerágott csont témáktól távolítsuk el, és szerettem volna, hogy kicsit reflektál az akkor éppen zajló eseményekre, az Occupy Wall Street, ugye az egyetem foglalások, ami akkor még csak Spanyolországban volt, meg Ausztriában, de most már nálunk is van. Mit szerettem volna még? Akkor volt az arab tavasz is, tehát hogy én szerettem volna, hogy ez egy kicsit így reflektív legyen, illetve a Toldi moziba szerveztük, tehát ez a fiatalabb korosztálynak szólt volna, és én szerettem volna ezt a számotokra is talán ismerős életérzést megragadni, amiben a mi generációnk van, hogy ugye hát ez nem a lehetőségek tárháza a mostani időszak, és aki a 20-as éveiben van, az annak nagyon-nagyon nehéz elindulni. És szerettem volna, hogyha ez a dű meg frusztráció, ami nagyon sokunkban benne van, a nehéz helyzet miatt az itt megtalálja az útját. És egy kicsit erre az érzésre, tehát hogy ezt az érzést helyezni a középpontba, ez is volt a filmfesztivál mottoja, ha az eszmét a szenvedélyed, ugye hát az edukátort nagyon remélem senkinek se kell bemutatnom, ezt választottuk ilyen plakátnak. Illetve itt még láthatóak különböző plakátok más filmekből. Hát ezt is én írtam, most gondolom erre nincsen idő, hogy ezt itt elolvassuk, tehát hogy amit elmondtam, hogy szerettem volna, hogyha ez az egész dolog, ez valami pozitív utat talál magának. És hát ez sajnos nagyon kicsi, de akkor én el tudom mondani, hogy az első napra terveztünk ilyen, tehát a gyűlölet körében nem csak a nácizmusra kell gondolni, hanem akár iskolai erőszakra, vagy foci huligánokra, tehát hogy ezekre az érzésekre reflektáló filmeket. A másodikra, ami alapvetően a filmfesztivál fő témája lehetne, szóval a fő témája törvényen kívül, ami alapvetően a már jóléti társadalomban élők nehézségeire világít rá, tehát ami mondjuk úgy Spanyolországban például szerintem Napfényes hétfők Magyarországon annyira nem ismer, de nagyon-nagyon jó film, ami megmutatja, hogy milyen az, aki már évek óta munkanélküli, és hogy hogyan lehet ebből kitörni egyáltalán, ki lehet-e törni, tehát hogy ezek az aktuális filmek, amik kapitalista társadalom van élők nehézségeit mutatják be. A következő napon lettek volna azok a filmek, amik a fejlődő országokban, vagy hát harmadik világban, ez már nem túl aktuális használni, tehát hogy az ilyesmi problémák, amik Afrika, India, Dél-Amerika, tehát alapvetően az lett volna a vezérfonál, hogy a szenvedély meg a dű az ugyanaz, de ez máshogy valósul meg, és aztán pedig ez ugye ilyen pszichológiai tény, hogyha túl sok depresszió és egyéb dolgok után, ugye hát az már nevetségesen hat, és ezért szerettük volna az utolsó napra viccet betenni, például ami Magyarországon is nagyon népszerű volt, ez a Goodbye Lenin, ugye, amit szerintem mindenki látott, vagy egy nagyon jó dán film, az Ádám Malmái, ami a nácizmusból csinál viccet, már amennyire lehet, de nekik sikerült, akkor ezek Molinók, ez pedig a mozijegy, és szerintem ennyi is ez, és akkor mindjárt meg is keresem a másikat. Ezt Petrovics
Olgával csináltam. Itt egy rendezvény volt a feladatunk, semmilyen megkötésünk nem volt. Szóval én úgy gondoltam, vagy hát nem úgy gondolom, hanem ez egy általános tény, hogy Magyarországon sajnos a design, mint fogalom, az nagyon hát hadilábon áll a befogadó táborral, nagyon kevesen ismerik, használják jól, ez nem az ő hibájuk, és éppen ezért szerettünk volna egy gyerekeknek szóló design kampányt csinálni, ami az iskolában lett volna számukra elérhető. Ez egy workshopokkal összekötött egy-két napos programsorozat, amivel azt szerettem volna, hogy a gyerekek, szóval hogy valószínűleg fogalmuk sincs, hogy mi ez, ezért lettek volna ezek a plakátok kitéve, hogy szerinted ez design, amivel kicsit így felhívjuk a figyelmüket, és elgondolkozzanak ezen, hogy ezen az egész témán, illetve lettek volna, vagyis lennének, mert lehet egyszer megvalósul, legyünk pozitívak, szóval ilyen különböző kategóriában, vagy hát különböző területről érkező dizájnerek lettek volna csoportosítva, formatervezés, divatkiegészítők és grafika, illetve azt szerettem volna, hogyha ez a gyerekekkel egy ilyen, azt hiszem, hogy felsősökkel szerettük volna, tehát hogy bevonódjanak a programokba, hogy workshopok lennének számukra elérhetőek, illetve hogy ezek egy ilyen egésznapos előadások lennének. Ez az Áldás utcai általános iskola, ezt így Olga megcsinálta nagyon szuperül, hogy látszódjon, hogy az egész iskola tele lett volna plakátozva, a tornaterembe lett volna egy előadás, illetve ez nagyon jól felszerelt projektorokkal, projektorokkal felszerelt iskola, ezért lehetett volna ilyen kis csoportos előadás sorozat is. Ez egy padlómatrica, ez a honlap. Igen, Facebook, és amit még fontosnak tartottunk, hogy ez a gyerekekhez jusson el még jobban, hogy kapjanak ajándékokat, amik itt láthatóak. Hát akkor ennyi.